Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit! Tolna megye összes járásbíróságán kialakítanak az úgynevezett VIA videórendszerrel felszerelt tárgyalótermeket szeptemberig. A digitális rendszer lényege, hogy a tárgyalókban kamerák és monitorok segítségével távolról lehet meghallgatni a vádlottakat vagy a tanúkat. A perek így olcsóbbak és biztonságosabbak lesznek. Szekszárdon és az ország több pontján már vannak ilyen tárgyalótermek, és rendszeresen használják is azokat a bírók. Ezekre a falból kilógó kábelekre csatlakoznak majd rá a kamerák és a monitorok. A Bonyhádi Járásbíróság tárgyalótermében szinte teljesen befejeződtek a munkálatok, de nem csak itt, Tolna megye valamennyi járásbíróságán hasonló fejlesztések zajlanak. A szekszárdi törvényszéken 2019 őszén átadásra kerül további 4 olyan VIA videós tárgyaló, ahol a bírák alkalmazhatják az új videokonferenciás meghallgató rendszer. Szeptemberre itt Pakson, Dombó Váron és Tamásiban is elkészülnek az úgynevezett VIA videórendszerrel felszerelt tárgyalótermek. Minden bíróságon rendelkezésre fog állni legalább egy ilyen meghallgatószoba, ezért alkalmas lesz arra, hogy a tanúknak ne kelljen utazni az ország különböző részeibe, a hozzájuk legközelebb eső bíróságra bemehetnek, és távmeghallgatás útján lehet őket idézni. A VIA videórendszert Tolna megyében elsőként a szekszárdi törvényszéken mutatták be tavaly ősszel. A szekszárdi börtön és a bíróság egy-egy termét kapcsolták össze. A rendszerről már akkor tudni lehetett, hogy olcsóbbá és biztonságosabbá teszi a tárgyalásokat, mert nem kell a vádlottakat utaztatni. A szekszárdi gyerekgyilkos egy korábbi ügyét is a VIA videórendszer segítségével tárgyalták. A kamerákkal és monitorokkal felszerelt tárgyalótermet rendszeresen használják a bírók a Tolnai megyeszékhelyen és az ország más részein is. 2018. szeptemberéig az országban 72 végpontot alakítottak ki az Országos Bírósági Hivatal segítségével, tehát jelenleg 72 olyan tárgyalóterem van az országban, amely már ellátott ezzel a rendszerrel. A bírák használják is. Az országban egy hónap alatt körülbelül 500 távmeghallgatásos tárgyalás zajlik. Tolna megyében jelenleg a szekszárdi törvényszéken és a szekszárdi járásbíróságon van már üzemelő távmeghallgató. Szeptemberig az országban újabb 112 VIA videórendszerrel felszerelt tárgyalóterem készül el. A biztonságos távmeghallgatásra így összesen 184 helyen lesz lehetőségük a bíróknak. 10 éve avatták városán Nagymányokot, a jubileumot egész napos programokkal ünnepelték a településen, ahol az azóta elvégzett munkát is számba vették. Egész napos programokkal legelsőként ünnepi képviselőtestületi üléssel emlékeztek a település 10 évvel ezelőtti várossá avatására Nagymányokon. Karl Béla polgármester beszédében elmondta, óriási fejlődési pályát járt be az elmúlt évtizedben a város, aminek még nem értek a végére. Az akkori álmok és tervekhez képest siker. Nyilván vannak apróságok, amik elmaradnak, de helyette jön más új dolog, és úgy gondolom, hogy a következő 10 év is lehet ilyen sikeres. Más irányban. Tehát eddig az élethez szükséges feltételeket kellett teremteni. Most úgy gondolom, hogy a feltételek megteremtése után jöhet egy jóléti fejlesztés, ahol már a hétköznapi életünket tudjuk szemlíteni. Az iparfejlesztés az továbbra is prioritást élvez, de azt szoktam erre mondani, hogy most már önjáró. Tehát nem is lehetne azt a feszített tempót tartani, mint az első ütemben, mert mindenünk oda ment, az én energiám is még mindenkié. Itt most már jönnek cégek, szép lassan építkeznek, az alapinfrastruktúra megvan, ezeket kell kiegészíteni, most is nyertünk 80 millió forintot infrastruktúra továbbfejlesztésére. Hosszú távú cél, hogy a iparterületen lévő út kikerüljön a kismányoki bekötőútra, és akkor lesz egy egérutunk a Nagymányok központjába, és a teherforgalom teljes egészében el tudja kerülni a települést. A fejlődés legkönnyebben úgy lehet tetten érni, ha megnézzük, hogy változott a város egyfőre jutó adóerőképessége. 6000 körülről indultunk, 13 évvel ezelőtt, és számomra is meglepetés volt, hogy most olyan 27 tájékán vagyunk,
és hogyha számba veszem a következő fejlesztéseket, illetve a létszámfejlesztéseket, tényleg biztos vagyok benne, hogy el fogja érni 40 ezer forintot. Ez már az a kategória, úgy tudom, ahol már nekünk a pályázatokon önerőket kell betenni, de nem baj, tehát örülök, hogy így van. A fejlődést látják azok is, akik 10 évvel ezelőtt segítették a várossá válást, ilyen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is. Egy 1000 éves település megmutatta azt, hogy 10 év alatt tud annyit fejleszteni, hogy reményeim szerint, hogyha 10 év múlva újra találkozunk, addigra azt fogják tudni mondani, hogy valóban minden álmot meg tudtak valósítani. Hiszen van a közösségnek egy teremtő ereje, van egy olyan települési vezetés, akik hisznek és bíznak a jövőben, ezért sokan stratégiát építenek, ami mellé könnyű odaállni. Ezért szoktam volt mondani, hogy aki nem tudja, hova hajózik, annak nincs jó szél. Én úgy látom, Nagymányok tudja, hova hajózik, így városként is még többet szeretne elérni, így ehhez tényleg csak gratulálni lehet. A városavatás az nem valaminek a vége volt, hanem valaminek a kezdete, mégpedig annak a kezdete, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni egy olyan települést, amelyik valóban eleget tett annak, ami az infrastruktúrális szolgáltatások béli elérhetőséget jelenti, hogy felsorakozzanak közé a 385 település közé, akit ma Magyarországon városnak neveznek. Az látszik egyébként az építkezéseken, a közutakon, azokban a fejlesztésekben, vagy akár ez a ugyan ipari parki címet még nem kapott, de ipari parknak nevezhető fejlesztés, ami lehetővé teszi a munkahelyeket, lehetővé teszi azt, hogy valóban ide vonza a környéken élőket, és ez érzékelhető abban is, hogy nagyon sok olyan lakos szeretne itt megtelepedni, akik a környékből szintén úgy látják, hogy ez számukra egy jövőt biztosítanak. Különösen büszke vagyok Nagymányokra, hiszen egy nehéz történelmű, nehéz sorsú településről van szó, aki egyébként amellett nagyon sikeres település volt örök életben, és most úgy látszik, hogy megtalálják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek a jövőt biztosíthatják az itt élőknek. Az a legfontosabb, véleményem szerint, hogy a településen olyan környezetet tudjunk az embereknek biztosítani, ahol dolgozni, élni, lakni, szeretni tudnak. Ha sikerül, akkor nem fogy tovább a népesség, akkor fejlődni fognak a települések, akkor lesz gazdagodás, akkor lehet új autót venni, és a családban lehet mosolyogva élni. És azt hiszem, ez a megye célja is, hogy így éljünk itt ebben a megyében. Nagymányok célja a jövőben a további fejlődés. Mivel az ipar nyeli az embereket, tehát igen nagy hiányban szenvedünk, most is ez fokozódni fog. A lakosság létszámának a régi szintre hozatala a cél, ez a 4-4500 fő. Ehhez lakóparkokat kell építeni, lakóterületeket, ezeknek a szervezése már megindult, tehát a területeket rendezési tervben kijelöltük. Talán már, nem merem még elkiabálni, talán már van némi vállalkozó szellem is, aki investálna és lakásokat építene, illetve lakóparkot építene, de ez még a jövő zenéje, de mindenképpen az előkészítések megvannak. Az ünnepi testületi ülésen adták át a Nagymányok városért kitüntető címet Stallenberger József tanárnak, közoktatási, közösségi és a német nemzetiségért végzett munkájáért. Nem sok olyan pedagógus kollégám van, aki itt is kezdte a munkáját, vagy ez az első és eddig egyetlen munkahelye a Nagymányok iskola. Sőt, hogy egészen őszinte legyek, abban a tanteremben, ahol most jelenleg biológiát és földrajzot tanítok, vagy eddig tanítottam, ott voltam óvodás is egykor. Tehát én itt kezdtem az egész pedagógiai pályafutásomat Nagymányokon. Szenvedő alanyként is és pedagógusként is. Szerintem egy nagyon fontos és jelentős német nemzetiségi központ Nagymányok. Az iskolai, óvodai háttérrel, nemzetiségi nyelvoktatással, de legalább ilyen fontos a mögötte álló civil szervezet, a felnőttekkel, felnőtt tánc, zenekar és kórus csoportokkal, és ehhez próbáltuk meg teremteni a tárgyi feltételeket, mármint olyan módon, hogy a próbatermeket biztosítani,
a tájházat berendezni, hogy a kulturális hagyományok ápolásának a tárgyi eszközei és kellékei és anyagai megmaradjanak és bemutathatók és használhatók legyenek a jövőben is. A nagymányok történetének van még néhány részlete, szelete, amit eddig még nem volt időm kimunkálni és feldolgozni. Tehát még keresgélek, kutatgatok. Még 5 éven van a nyugdíjig, remélem még lesz időm, hogy ezt az anyagot gazdagítsuk és a Nemzetiségi Önkormányzat és a tájász honlapjára a megfelelő rovatokba ezek az információk felkerüljenek, és elérhetők legyenek másoknak is. A városnapi programokat sztár fellépők színesítették, elsőként Kovács Kati lépett a színpadra. Mindegyik előadás más, mert ott, ahol egy kőszínházban mindig ugyanazt a darabot adják elő, ők tudják, hogy melyik oldalon hol kell kijönni, beállni. Tehát nekünk tulajdonképpen az első 10 perc azzal telik el, hogy ismerkedünk a helyzettel. De ugyanolyan jó a Pesti Vigadóban, ahol már számtalanszor felléptünk, és ugyanolyan jó az ország másik részében, ott is otthon vagyok. Az esti nagy koncertet biztos kitalálták már, a Republik adta. Hogyha abba belegondolunk, hogy 2013. március 11-én ugye elmentünk a Cipő, aki egy, és 23 évet játszottam vele együtt, hozzáteszem 86 óta ismertem. Egy olyan karizmatikus egyéniség volt, és egy olyan erős szerző, egy olyan erős frontember, ami nagyon ritkán születik Magyarországra. És egy ilyen ember után összeszedni egy zenekart olyan szintre, ahol most vagyunk, ez azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a társaimra, a zenekar magamra is, meg az egész tábra, hogy ezt egyetem meg tudtuk tenni, mert persze meg a közönség, akinek hogy kellett hozzá. Életmentő telefonos applikációba regisztrált a szekszárdi törvényszék. Az intézményben évek óta tartanak defibrillátort. A program lényege, amibe most regisztráltak, hogyha valaki rosszul lesz az utcán, akkor a mentőszolgálat ügyeletese az alkalmazáson keresztül riasztja a törvényszéken dolgozókat és az applikációt használó önkénteseket is, akik így a sérült segítségére tudnak sietni. Egyetlen gombot kell csak megnyomni a szekszárdi törvényszék defibrillátorán, és a gép azonnal elindul. Dugja be a kábelt, és helyezze fel az elektródákat. Narrátorhang segíti a felhasználót a kisütésig, így lehetetlen kárt okozni a sérültben. A szekszárdi törvényszéken évek óta tartanak ilyen defibrillátort, és több ott dolgozót a használatára is megtanítottak. Ez a gomb alkalmas arra, hogy a sokkot leadjuk az elektródán keresztül. Ide csatlakoztatjuk az elektródát, amiből kettő található, van egy kisebb és egy nagyobb, az egyik az a gyermekek részére, a másik pedig a felnőttek részére. A törvényszék munkatársai most regisztráltak a SafeCity nevű életmentő telefonos applikációba ezzel a géppel. Az alkalmazásnak az a lényege, hogy egy központi nyilvántartó rendszerben benne van az az adat, miszerint a szekszári törvényszék Dózsa György utcai épületében defibrillátor működik, és vannak olyan alkalmazottak, akik ezt a gépet tudják használni. Ezáltal az applikáción keresztül, ha valaki 500 méteres körzetben itt a Béla tér környékén rosszul lesz, megáll a szíve, riasztják a mentőszolgálatot, akkor az országos mentőszolgálat központi irányítója utána néz, hogy a SafeCity alkalmazása közelben elérhető-e, és amennyiben belefér az adott zónába, akkor riasztja munkaidőben a szekszárdi törvényszéket, és az itteni erre kiképzett dolgozóink a defibrillátor készülékkel azonnal a helyszínre sietnek, és vállaltuk azt, hogy a mentők kiérkezése előtt az újraélesztést a kollégák megkezdik.
De nem csak a törvényszéken dolgozók menthetnek életet az itteni újraélesztőgép és az alkalmazás segítségével. A programba ugyanis bárki regisztrálhat önkéntesként, így ha a rosszul lett beteg 500 méteres körzetén belül tartózkodik, akkor az önkéntest is riasztja az applikáció, ami GPS-szel előbb a törvényszékre, majd a sérülthöz vezeti. Az applikációnak köszönhetően a mai nappal 31 életet mentettünk meg összesen. 29.639 felhasználónk van ebben a pillanatban, ez aktív felhasználói számot jelent. Igazándiból exponenciálisan nőnek a felhasználói számaink, és igazándiból két éves lesz októberben az applikáció. Szerintem két év alatt ez a 31 élet, ez nagyon sokat jelent, és nagyon jó, hogy használják a userek az applikációnkat. Az alkalmazás, amiben most már a szexádi törvényszék defibrillátora is elérhető, valamennyi telefonos platformra ingyen letölthető. Egy kivétellel újra indulnak az önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP bonyhádi képviselői. Azt mondják, soha olyan sikeres időszakot nem élt meg a város, mint az elmúlt ciklusban. A település vagyona 40%-kal nőtt. Október 13-ára tűzték ki hazánkban az önkormányzati választásokat. A Fidesz-KDNP bonyhádi szervezete bejelentette jelöltjeit. Nagy meglepetés nincs, egy kivétellel ugyanazok indulnak, akiket 5 évvel ezelőtt megválasztottak a bonyhádiak, élükön Filóné Ferenc Ibolya polgármesterrel. Polgármesterként egy ciklus van mögöttem, azt megelőzően főállásban egy ciklusban alpolgármester voltam, és egyébként 1998 óta vagyok az önkormányzat tagja, 4 cikluson keresztül választott képviselőként vettem részt ebben a munkában. Hát nagyon sok minden történt ebben az 5 évben, és nagyon gyorsan el is repült ez az 5 év. Számos beruházás, fejlesztés, felújítás valósult meg, akár pályázati pénzekből, akár egyedi kormányzati döntések alapján, vagy akár a város saját forrásából. Összességében, röviden össze akarom foglalni, akkor azt mondhatom, hogy a város vagyona, az önkormányzat vagyona ebben az 5 évben 40%-kal nőtt. Szerintem ez egy nagyon beszédes szám, és ezzel sok mindent elmondtam. Új út, elkerülő út épült, sportcsarnokot építettünk 40 év után, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag teljesen újat, hiszen az alapokig lebontásra került a 40 évvel ezelőtt épült. Számos intézményünk újult meg, bölcsöde, óvoda, családsegítő és gyermekjóléti központ, a várajai ifjúsági tábor, és még hosszasan sorolhatnám. Számos olyan tervünk van a jövőre ezzel a csapattal, amin már dolgozunk, és amelynek a felújításai és beruházásai bízom benne, hogy megvalósulhatnak, amire már megvan az egyedi kormánydöntésünk és a forrásunk is, az a Perccel kuriális kastélynak a felújítása, illetve a városi sporttelep fog megújulni, a kettő együtt közel 1,5 milliárd forintból, és szeretnénk a volt strand területén egy nagy családi parkot minden korosztálynak játszótérrel, a kicsiktől egészen a tinédzserekig idősebbeknek a használatára is elkészíteni, ami szintén egy olyan terv, ami reményeink szerint egy-két éven belül megvalósulhat. A felállás az 5 évvel ezelőttivel szinte azonos egy jelölt személyében lesz csupán változás. Pál Gábor nem indul újra, helyére Köllő Roland érkezhet, aki a tavaly megalapított bonyhádi sportközpont vezetője. Amikor a polgármester azt mondja, hogy fölkért erre a feladatra, akkor örömmel vállaltam el, hiszen tudom azt, hogy egy jó csapat alakult ki most itt Bonyhádon, illetve olyan eredményeket ér el a város, amiért érdemes dolgozni, és remélhetőleg a közeljövőben is ilyen eredményeket tudunk elérni. Ugye a csapatmunka az nem ismeretlen számomra, hiszen mind a mellett, hogy a Bonyhádi Sportcentrumban is a kollégáimmal nagyon fontos az összhang. Egy másik hobbim, illetve hivatásom a labdarúgás iránti szeretet, és most már 6 éve vagyok a Bonyhád Völcség Labdarúgó Klub felnőtt csapatának az edzője. Ott is nap mint nap meg kell küzdjünk a feladatokkal, folyamatosan csapatot építünk, folyamatosan arra törekszünk, hogy minél jobbak legyünk, és arra törekszünk, és az a hitvallásunk, hogyha valaki egy bizonyos szintű munkát elvégez, akkor biztos, hogy annak lesz eredménye. Szabó Tibor alpolgármester azt mondja, soha nem fejlődött még annyit Bonyhád, mint az elmúlt 5 évben.
Amikor belevágtunk 5 évvel ezelőtt, akkor még nem gondoltuk, hogy mekkora óriási fejlődés fog végbe menni Bonyhádon. Ember emlékezet óta, legalábbis az én emlékezetem óta ekkorát Bonyhád még nem fejlődött. 9 milliárd forint érkezett a városba, 40%-kal nőtt a város vagyona. Ha valaki megnézi az útjainkat, és persze nyilván lehet mindenhol rossz utat és járdát találni, de hát a zömét az utaknak felújítottuk, járdákat felújítottuk. Intézményeink energetikai felújítása megtörtént, a művelődési központ és a körülötte lévő rendezvénytér felújításra került. Azt hiszem, hogyha valaki Bonyhádon körbe megy, akkor nem kell magyarázni az eredményeket. Égi Csaba, a Bonyhád másik alpolgármestere szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a belváros képviselőjeként számos eredményt tud felmutatni. Itt történt a legtöbb változás. Szerencsés vagyok, hiszen itt rengeteg dolog történik, a legtöbb dolog nyilván a városban itt. Álszerény lennék, ha azt mondanám, hogy nincs hozzá közöm, de természetesen ugye a városközpontra jobban koncentrál a város. Mi történt nagy vonalakban az elmúlt 5 évben? Hát a városközpont talán legjelentősebb beruházása, ez a rendezvénytérnek a komplex felújítás, ez a művelődési ház mögötti terület, ugye kapott egy teljesen új külsőt, megtartva a régi gyönyörű szép fákat, új sétányok, szökőkutak, egy olyan szabadidő eltöltésére szolgáló tér, ami még Bonyhádon nem volt. A másik, ami szerintem nagyon fontos, ez a fő utcának, a Percelmór utcának a komplex teljes felújítása, az új útburkolatot kapott, és egy kerékpárúttal is gazdagodott. Amit én nagyon fontosnak tartok, ez a József Attila utcának a felújítása, ez azt hiszem, nem tévedek, hogy Bonyhád legrégibb utcája. A pénz rendelkezésre áll, de sajnos a rossz hír az, hogy ebben a ciklusban már nem kerülhet erre sor. Arra tekintettel, hogy a közműveket is fel kell újítani, hiszen mondom, itt 100 éves közművekről van szó, és természetesen annak meg kell előzni az útburkolatot. A közművekre pályázat van beadva, ami még nem került elbírálásra, úgyhogy amint az elbírálásra kerül, akkor a rendelkezésre álló forrásból mindjárt meg tudjuk oldani ezt is. Bonyhádon, bár már leadták a kellő számú ajánlást, tovább folytatják az aláírásgyűjtést. Az egy első, mondhatnám, hogy rohamunka, amikor a hivatalos éveket megkapjuk, hogy valaki regisztráláson és a szükséges ajánlásokat összegyűjthesse ahhoz, hogy képviselő vagy polgármester lehessen. Ez gyakorlatilag néhány óra alatt szombat délután összegyűlt, és ezeket adtuk le a Városházán nem olyan régen. De mi szeretnénk ebből az alkalomból minden választópolgárhoz eljutni, ezért magát az aláírásgyűjtést tovább folytatjuk, valamennyi képviselőtársammal, én jó magam is szeretnénk eljutni az emberekhez, beszélgetni velük, és ezért a továbbiakban is gyűjteni fogjuk az aláírásokat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!